Kérjük vigyázzanak, a kártyák támadnak. Damien White következik. Sziasztok, srácok, igen, ismét kártyák, és aki Instagramon követ engem, az ö, már láthatta, hogy miről is van szó, hogy mi ez tulajdonképpen, aki pedig nem, a, hát a, nekik meg meglepetés lesz, annak meglepetés lesz, aki nem tudja, hogy mi ez a dolog. Ö, kiraktam Instára egy képet, csak így, ennyit, hogy... Ez vajon mi lehet? Kaptam sok ö, megoldást. Ö, volt, aki ö, közel járt, tehát volt, ö, azt hiszem, kár, kártyatokot mondott valaki, de volt, aki azt mondta, csavarhúzókészlet, meg szivacs, meg, meg, meg ilyen dolgok. Hát ö, tudjátok, hogy mi ez most már igazság szerint, tehát ö, mivel ebbe a lejátszási listába került, kártya, de milyen kártya? Hát logikusan kutyás kártya. Hogy hogy került hozzám, nem is tudom, Talált, találtam valahol, már nem emlékszem, de nem nem ilyen újonnan vett dolog, tehát ez egy ilyen használt dolog, de hát jópofa, arra gondoltam, hogy megmutatom nektek. Na nézzük, dobozát tekintve egy ilyen kis kutyust láthatunk, egy ilyen műanyag kutyust, gumifülekkel, és így lehet kinyitni ezt a kis kártyát. Amiben. Hát őt ide félre rakjuk. Ö, hát furcsa alakú kártyák ö, vannak, ilyen kis tappancsokkal, de egyébként attól függetlenül, hogy furcsa alakú a kártya, ö, viszonylag jól használható. Nézzétek, mutatok egy. egy oda nézzetek. Tehát ö, ahhoz képest jó, ez valószínűleg nem volt sokat használva ez a kártya, tehát ö, ezért is tud így működni, de de egész jól használható. Na majd kevergetünk rajta, de először megmutatom, hogy miket tartalmaz ez a, ez a pakli. Egyébként francia kártya csomagról van szó, ez egy francia kártya csomag, két jokerrel, valami Umbra nevezetű cégnek a találmánya, de kutyákról van szó. Na, a két jokert meg is mutatom. Az egyiken egy ilyen kínai crested, ez egy ilyen kínai, nem is tudom ennek mi a magyar neve, Hát aki tudja, az majd kommentben megmondja. Na ennek a kutyának nagyon furcsa feje Hogy néz ez ki? Mi ez? Ez egy ufó kutya szerintem. Ufesz kutya. Na itt van egy buldog. A pikkászon. És akkor szépen megyünk itt so egymás után. Tehát én nem is mondom, hogy pik, meg mit tudom én. Tehát kutyákat nézzük. Chihuahua. Shitsu. Vannak, né vannak nagyon furcsán kinéző kutyák egyébként, ez egy pudli, Sárpej, ez például tök jól néz ki. Tehát de van, amelyik, majd meglátjátok, am fura lett Akita. Többség, hál' Istennek jól néz ki. Na, itt egy kis Skót Juhász. Ruf De Skót nem? De lehet, hogy tévedek. Mert lesz is feje van. Azt a minden itt. Micsoda séró. Golden Retriever. Rottweiler. Ő milyen furán néz, nézzétek, olyan kis szimiszomi. Ó, itt egy Doberman. Afgán. Afgán hound. Oké. Okay. Bullmastiff. Bulmastiff. neki is milyen morcis feje van, nem? German pointer. Német pointer? Ő meg kicsit olyan szemei olyan furán állnak, de nem úgy cuki. Ö, bekerültünk a körökhöz. Körlapok. Jack Russell terrier. Pomeránián, Pomeránián. Ennek, ennek is van valami magyar neve ennek a Pomerániának, nem? Ennek mi a magyar neve, nem tudom. Annyira kutyákban nem vagyok otthon, pedig volt kutyám, egy Yorki, szegény már nincsen, Peking, Pekingiz, Yorki is lesz szerintem ebbe, sőt biztos, meglátjuk, hogy néz ki. Border Collie, ez is milyen kis cuki. Egyébként nektek van kedvenc kutya folytatok, kutya van, akkor mondjátok, kommentbe írjátok le. Vagy ha esetleg van valakinek kutyája. Old English Sheepdog. Basset Hound. Ezt a fejet, ez... Mint a Conjuringból az apáca, csak kutyába. Nem? <laughs> Komolyan. <laughs> Nem tudom, miért az ugrott be. Ó, milyen kis vidám Boston Terrier. Ó, az a denevér fülű, oda nézzetek. Van ott fül. Na, itt a Yorki, ószta mindenit, tehát könyörgöm. Azért a Jorkik nem így néznek ki. Hát sokat cukibbak. Hát a jó ég. Te jó ég. Na jó. Fú, csúnya vagy. Boxer. Ez még egy kis cuki, kis szomorú. Átkerültünk a ezek? treffekhez. És itt egy dalmata. A dalmaták is szerintem kicsit olyan hosszúkásabb az orruk, nem olyan kis cukibbak. Ő nem sikerült annyira cukin. Na mindegy. Beagle. Na ő viszont egész aranyos. A treff kettesem. Pug. Pug. Jó. Pug. Skóterier. Weimaraner. Weimaraner. Mint hogyha valami vizsla lenne. Vipet. Na, ő milyen kis cuki, nézzétek. Ő aranyos. Schnauzer. Ú, uh, itt egy Bull Terrier. Pit Bull Terrier. Kemény feje van. Bernát hegyi. Na, itt egy szibériai házki. Neki is furára sikerült a feje. Nem? Vajon érdekes. Mindig. Alaszkai malamut. Kicsit az egyébként. Maltézi terrier. Azt, a, mint egy dáma. Német juhász. Rex felügyelő. A királyon természetesen. Na és akkor áttértünk a kárókra. Egy Labrador terrier a káruászon, Nézzétek a kis tacsinak milyen súnyi feje van. Tök cuki, nem? Aranyos. Bejön. uh, ő pedig egy jó kis rasta kutya. Rasztata. Sky Terrier. Még egy UFO fejű kutya. Fura ez a terrier, mindegy. Ú, A a haj. Bloodhound. Egy vérebb. Egy igazi vérebb. Csodatoka. Korgi. kicsit macskás, nem? Kokkerspániel. Illetve van itt egy ciao ciao. Ciao ciao, a káró tízesen. És akkor jön az utolsó három lap. Ibizen Hound. Bubi. Papillon. Ez is cuki. Dámán. És végül egy Szerintem ez egy dán, egy nagy dán. A királyon. Na, hát ilyenek a kutyás kártyák. Ez volt a, igazság szerint ez volt a, ebbe a kis dobozkába. Ebbe a kis dobozkába. Nézzük, hogy lehet ezek keverni. Mivel hosszúkás, első körben így kevernék, de elég puhák ezek a lapok, hogy aha, hogy így is sikerüljön. Csak jó, nagy, jó nagy új kell hozzá. Ó, oda nézzetek, hát hoppá. Egy pár lapot kilőttem, tulajdonképpen egyet. Nem. Üh. kettőt. Kettőt lőttem ki, a két választott úgy. Na, pont ez a szerencsétlen Jorki. Ja. Ö, azt mondjátok, hogy óriás legyező? Hallom, hallom, hogy mondjátok. Hallom, hogy mondjátok. Jó. Kipróbálhatjuk. Bár ezzel, á, egész, egész jól megy a fáró, nézzétek. Hát nem, nem lett annyira, annyira tökéletes, de... Na, ezzel milyen óriás legyezőt fogunk csinálni, figyeljetek. Uh, egész jó, kicsit foghíjas, nem volt tökéletes a fáró, de egész jó lett ahhoz képest. Ó, oh, és nézd, ó, oh, hú, na jó, azt majd, majd a végén felveszem, nagyon, nagyon kemény. Lehet lőni ezeket a lapokat, de amúgy nem. Tehát, jó, hát nem bűvészkedésre találták ki ezt a csomagot, de amúgy egész, egész jó Na, srácok, uh, most már tudjátok, hogy aki eddig nem tudta, hogy mi volt uh, ebben a kis dobozkában. Hát ez a kutyás, kutyás kártya. Ö, hát a gyűjteménybe jó pofa, amúgy semmi extra, de amúgy tényleg jó pofa így a gyűjteménybe egy ilyen különlegességnek, de írjátok le ti a véleményeteket, vagy hogy találkoztatok-e már hasonló ö, csomaggal. Ö, és találkozunk legközelebb. Legyetek jók, szevasztok! Ha tetszett Damien videója, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Köszönjük figyelmüket a viszontlátásra!